Kisebb jubileumhoz érkezett az Extreme Trail Weekend, 5. alkalommal tehetik próbára magukat azok, akik szeretnék megnehezíteni az idézőjelben szimpla futást. A szervezők szándékai korábban nyitott fülekre találtak, az első alkalommal 500-an, harmadjára pedig már közel 1000-en indultak az amatőrök és profik számára egyaránt nyitott versenyen. Idén szeptember 9-én és 10-én várják a Sóstói strand területén az Extreme Sport szerelmeseit. Az első napunk a szombati nap, szeptember 9-én ez terepakadályfutás, akkor a gyerekeknek is fogunk rendezni egy kisebb versenyt, a saját maguknak való akadályokat fogunk építeni, 4 korosztályban fogjuk őket díjazni, a felnőtteknek pedig 25 akadályból álló 5 és 10 kilométeres pályát fogunk építeni. 2 különböző futamot fogunk indítani, az egyik egy elitfutam, a versenyszerűen sportoló versenyzőknek szól, a normál futam pedig, akik csak most ismerkednek ezzel a sportággal. A sport mellett kísérő programok is gondoskodnak arról, hogy tartalmas 2 napot tölthessenek el Sóstón a versenyzők és családtagjaik. Igyekszünk minél több programot szervezni, hogy a versenyzők a verseny után ott maradjanak, jól eltöltsék a napjukat, az egész hétvégéjüket. Tehát a legeslegfontosabb, hogy egész hétvégén, aki nevezett, egész hétvégén strandolhat a parkfürdőben, hiszen újra megnyitják a termálmedencéket, a poolbár is nyitva lesz, ezen kívül számos kiegészítő program lesz, a Magyar Honvédség részt fog venni, különböző programokkal, lézerlövészettel, aztán repülőgép szimulátorral fognak kijönni. Ha minden jól megy, egy Gidrán harckocsit is ki fognak hozni, amit megnézhetnek. Ezen kívül a Decathlon egy felfújható focipályát fog hozni, tesztcipőket lehet kibérelni, masszázs lesz, sok minden más egyéb programmal készülünk. Mint Kovács Ferenc polgármester elmondta, turisztikai vonzata is van a város sportprogramjába már beépülő rendezvénynek. Ez egy tényleg extrém különleges rendezvény, de már 5. alkalommal lesz, szeptember 9-10-én. Ez mutatja azt, hogy népszerű is, és szükség is van rá. És hát egyediség abban is van, hogy ugye hát van az elit kategória, a profik, az egy nagyon nehéz pálya egy laikusnak, de van normál futam is, és van gyerek verseny is, ahol a szülők is elkísérhetik a gyereket. Tehát ez egy tényleg minden generációt érint, ugye Sóstón a helyszín, a fürdőbe, illetve az erdőbe, és nagyon jó az is, hogy ennek van egy sportturisztikai vonatkozása. Az egész országból neveznek a versenyre, és külföldről is. Most is Szlovákiából, Romániából, ahogy hallom, jönnek versenyzők, és a versenyzőkkel kísérők is. És ugye 2 napos a program, de aki távolról jön, aznak igazából 3 nap, tehát a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek számára is egy jó program, azt hiszem. A verseny érdekessége, hogy a vasárnapi napon az egyre népszerűbb kutyásfutásra is nevezhetnek azok, akik 4 lábú kedvencükkel akarják teljesíteni a távot.